Szevasztok, Peti vagyok, és az Ava Group média csatornát nézitek. Ma egy új sorozatot kezdünk, méghozzá szonofokról fogunk beszélni, hogy mire jók, milyen fajtáik vannak, hogyan lehet őket csatlakoztatni a telefonotokhoz, illetve a hozzátartozó szoftverhez, mit kell tenni akkor, amikor nem akar az Istenért se csatlakozni, valamint a sorozat végefele pedig föl fogjuk rájuk installálni a saját szoftverünket, amit ti is meg tudtok csinálni, hogy függetlenné váljatok az EV Link nevű programtól, amivel a szanofok általában működnek. Ha érdekel a téma, iratkozz föl, maradj velünk, nyomj egy lájkot, mindjárt kezdünk! Először is nézzük meg, hogy mi az a Sonoff. A Sonoff eszközök családja arra való, hogy telefonnal vagy bármilyen más ház automatizálási rendszerrel, Alexával vagy Google Home-mal tudjad vezérelni különböző elektromos eszközeidet otthon, irodába, a raktárba, garázsba, ahol csak akarod. A szonofnak több fajtája van. Ugye egyrészt ez volt az első szonof, ami valaha kijött. Ő két verzióban érkezik. Van egy, ami kizárólag wi s és van egy olyan, ami RF, tehát ilyen fajta távirányítóval lehet kontrollálni az internet használata nélkül. A Sonoff második változata az egy sima 220-as dugaj. Ennek a 220-as dugajnak a neve Sonoff S20, és az új az S26. Igazából nagyon kis különbségek vannak. A belseje gyakorlatilag egy kicsit átdizányolták a 20 és a 26-ot. Ez nem tudja a távirányítós megoldás, kizárólag wifi-vel működik, illetve a legújabban majd lesz Bixby. Bixby, ről majd később fogunk beszélni. És itt van a Sonoff legújabb családtagja, a Sonoff Mini. A Sonoff Mini, mint látható, igen-igen pici, és befér a legkisebb elektronikai eszközökbe is. Én azt tervezem, hogy egyenesen be fogom őt építeni a fali világítás kapcsoló mögé, a falba, már csináltam teszteket, igazából 1-2 mm hiányzik. De, hogyha egy kicsit megvésem a falban lévő dobozt, akkor már bele fog férni, és akkor a mennyezeten lévő világítást is tudom ezzel kapcsolni interneten keresztül. Következő lépés, megmutatom nektek, hogy hogy kell bekötni egy szonofot. Ugye? Az S20-at csak be kell dugni a 220-ba, de ehhez kell egy kis tudás, lássuk. Tehát itt van a sima Sonoff, ugye eredetileg volt itt négy csavar, amit már eltávolítottam, és ezáltal hozzáférünk azokhoz a csavarokhoz, ahol majd a kábeleket fogjuk hozzá rögzíteni. Nagyon fontos, hogy a bemeneti oldalt mindenképpen feszültségmentesítsétek, nehogy áramütés érjen titeket, miközben véghez viszitek ezt a feladatot, mert a Sonoff mindkét oldalán 230 volt feszültség van, működő állapotban komoly sérüléseket, akár halált is okozhat a szakavatatlan kéz. Tehát, mint látjátok, a szonofon a felirat input és output. Tehát ide kötitek a beérkező áramot, és erre az oldalára fogjátok kötni azt az eszközt, amit vezérelni szeretnétek. Én most a teszthez ezt a 220-as kábelt fogom használni, mely nem földelt, viszont fontos, hogy a drót végén vannak érvékhüvelyek, ugye a korábbi hogy installálunk egy 220-as dugajt szakszerűen videókból, megtanulhatjátok, hogy mindig kell érvék hüvely, hogyha nem egy tömör eres kábelt használtok. A legjobb szerszám ehhez a sima fázis Egyrészt meg tudjátok vele állapítani, hogy a kábel feszültség alatt van-e, illetve ez a megfelelő méret, hogy ezeket a pici csavarokat tudjátok használni. Amennyiben van mód, és tudjátok, hogy a kábelnek melyik a fázis vezetője és melyik a nulla vezetője, akkor a lehetőséghez képes próbáljátok meg a helyes oldalra kötni a kábeleket. Ugye, hogy ezt csak akkor tudjátok, hogyha a falban lévő kábelhez kötitek a szonofot, és akkor mindig a barna, a fázis, a kék, a nulla. Amennyiben ilyen dugaljal ellátott kábelt használatok, nem tudhatjátok, hogy melyik a helyes kábel, hisz ezt be tudjátok dugni így is, meg így is, és akkor már megváltozik a polaritás. Nem teszi tönkre a szonofot, de azért érdemes erre odafigyelni, hogyha tudjátok, hogy hogy is van a kábelpár. Ugye az elektrotechnikában a fázis az L, és az N a nulla, így hát bekötjük a kábelt. Ezeket a csavarokat nem szabad túltépni, de megfelelő erővel is kell meghúzni, ahhoz, hogy nehogy kiesen a kábel és balesetet okozzon. Majd nyilván ráteszítek a kupakot. Figyelem, hogy a kupak egyben a kábel kirántása ellen is véd. Ugye ezekkel a risznikkel, hogyha ezt a két csavart meghúzzátok, akkor nem lehet majd olyan könnyen kitépni a kábelt az eszközből. Ha megnézitek, látni, hogy azért ezek a Zérintkezők eléggé mozognak, nem teljesen stabilak. Most a teszt ettől eltekintünk. A szonok másik vége az output, ide kötjük a mi fogyasztónkat, jelen esetben ez a építkezési lámpa lesz, amit rákötünk. Szintén a barna az L, az N pedig a kék, tehát a nulla vezető. Ha bedugjuk a szonofot a 220-ba, akkor látható, hogy a zöld led elkezd villogni, és most, hogy folyamatosan világít a zöld led, tudjuk, hogy csatlakozott az ő saját szoftveréhez, az EV-Link szoftverhez. És hogyha az EV-Link szoftveren bekapcsolom a labor egyet, akkor lőn világosság. Mivel ez a videó elég hosszú lett így is, itt most befejezzük mára, ha tetszett a videó, iratkozzatok, fölnyomjatok egy like gombot és osszátok meg ezt a videót barátaitokkal. A következő videóban pedig megmutatom, hogy hogy lehet csatlakoztatni a Sonofot a telefonotokhoz, illetve a hozzájáró e link programhoz. Majd később bekötjük a Sonoff minit, majd azután föl fogjuk installálni a mi saját szoftverünket a Sonoffjainkra. Úgyhogy maradjatok velünk, találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Tehát megmutatom, hogy mire jó egy Sonoff például, ha azt mondjátok, hogy oké okay, Google, ti fejensáltunk, ich schalte TV És láss csodát, bekapcsol a tévé, bekapcsol a hangtechnika, és mögötte ott a NAS. És látszik, hogy a Sonoff Mini elérhető, kikapcsolt állapotban van. Tehát, hogyha bekapcsolom, akkor működik a lámpa, ha kikapcsolom, nem működik a lámpa. Ugyanakkor a kapcsolóval is tudom kapcsolni és látom a telefonon, hogy a kapcsolóval be, a kapcsolóval kikapcsoltam. És most jön a Magic. Itt be, itt ki, itt be, itt ki. Oké okay, Google. Mini einschalten. Natürlich, ich schalte das Mini ein. Okay Google, Mini einschalten. Klar, ich schalte das Mini ein. Okay Google, Mini ausschalten. Na klar, ich schalte das Mini aus. Mücke dick.